Nudli az ország egyetlen osztályfőnök helyettes kutyusa, de gekkók is járnak be rendszeresen a tanórákra Pécsen a Művészeti Gimnáziumba. Mindez pedig hogyan lehetséges? A természettudományok tanítása során már nem is tűnik annyira furcsának. Most pedig az Állatok Világnapjához kapcsolódik az udvari állatos program, ahol kutya, csincsilla, ló, bárány, kecske, nyúl, teknős, gekkó, leguán várta már a diákokat egy kis simogatásra. Én nagyon szeretem az állatokat, nagyon izgalmasnak tartom, hogy rajtunk kívül ennyire változatos élőlények vesznek körül minket, és hát megtapasztalni azt, hogy milyen ezt így megfogni, megtartani, így belenézni a szemébe, szerintem írtó izgalmas. 9. mikor elkezdtünk ide járni, akkor többször is meglátogatták az órát. Leopárd gekkók is, meg Nudli a kutyus, és végig kísérte az óra folyamatát egy-egy ilyen találkozás. Nem szeretnék saját állatkertet, de úgy tervezem, hogy állatot szeretnék, volt is. Szerencsém nekem is otthon leopárdgekkót tartani. Nagyon érdekes állatok szerintem. Gyönyörű a felépítésük, és elvarázsolnak tulajdonképpen. A biológiában nagyon fontosak a biokémiai ismeretek, az elméleti ismeretek, de ez a tudományág és a természettudomány kissé elvesztette a klasszikus gyakorlatát, miszerint a biológia az élő állatokról, élő növényekről, az emberről kellene, hogy szóljon, mondta Farkas Tamás tanár, aki ezt a programot viszi az iskolában. Október 4-én pedig Assisi Szent Ferencre, az állatok védőszentjére emlékezve, ilyenkor több állatot visznek be a misinától az iskolába. Itt a művészetében állandóan vannak bent állatok, ezt a szószoros értelmében mondhatjuk, hiszen laknak itt gekkók, illetve Nudli is folyamatosan bejár, hiszen Nudlival azt kell tudni, hogy az ország egyetlen osztályfőnök helyettes kutyusa, tehát ő egy tanulás segítő kutya is. Hát 2010 óta jár ide az iskolába. Én azt gondolom egyébként, hogy már el tudta végezni az iskolát, hogyha nagyon akarta volna, de úgy döntött, hogy marad még egy ideig. Tehát szerintem akit jár az is a művészetében, gyakran találkozhat mindenféle állat. Ami nagyon fontos, Állatok Világnapja, az lenne jó, hogyha nem külön megemlékeznünk kellene, hanem egy mindennapos esemény lenne nálunk, a misinánál, és azt gondolom, itt a művészetében is bizonyos szinten minden nap Állatok Világnapja van, hiszen az állatokról nem csak október 4-én kell gondoskodni, nem csak október 4-én kell velük megismerkedni, hanem folyamatosan. Mindig is azt vallottuk és azt valljuk, hogy egy állatember hagyományos kapcsolatával, gyerekek és az állatok harmonikus kapcsolatával van szó, ezt szerint kellene élnünk. Ebben a gimnáziumban és a Misina Természet és Állatvédő Egyesületnél ez teljesülni látszik, tette hozzá Farkas Tamás tanár.